Sziasztok! Ma egy remélhetőleg tanulságos videót hoztam nektek, amiben egyszer lesz egy reakció az elmúlt napok eseményére. Ugye egy szlovák kamionos letartóztattak, illetve lesz egy velem megtörtént eset, egy nagyon rövid videótartalmat most is, mint mindig találtok. Ugye a minap tudtuk meg a médiából, hogy egy szlovák kamionos Budapesten kiszállt, és a rádudáló nőt, aki feltehetőleg baleset megelőzés céljából rádudált a szlovák srácra, hátrament és egy kábel darabbal beütötte annak kocsijának a szélvédőjét, úgyhogy hátul ült két kisgyerek, és ahogy én olvastam a médiában a hozzászólásokat, főleg azokat szoktam egyébként nézegetni, a vezes.hu-nak a Facebook oldalát olvastam el, és srácok, döbbenet, hogy mennyire előítéletesek, és sokszor undorító módon viselkednek az emberek. Tehát semmit nem tudnak az esetről, csak ennyit, és ebből ők átmentek Doszpot Péterbe, összerakták a kerek történetet, és végezzék ki a szlovák sofőrt, megérdemli a sorsát, egy mocskos, agresszív vállat, vonják be a jogosítványát, semmi keresnivalója az úton. Elítélendő az, amit a szlovák srác tett, de nem kellene annyira az anyukát védeni. És erre hoztam nektek történeteket, hiszen nem tudjuk, hogy mi történt, ezért ne legyünk előítéletesek. Velem is előfordult már az életben, igyekeztem ezen tréningezni önmagam, hogy ha tudok egy, hallok egy történetet, egy nézzek meg több oldalt, járjak jobban utána, és a fél információk vannak, ne ítéljem el rögtön a másikat. Ugyanis abból, amit tudunk, abból az jön le, hogy egy feltételezhetően 50 kilós kis megszeppent anyuka ugye kocsikázik ott Budapest belvárosába, és jön az agresszív, mocskos állat, kamionos, mert minden kamionos egy idióta állat, 8 általánossal a hátam mögött, és szétveri a másiknak a kocsiját. Hát eléggé szkeptikus vagyok a történettel, hiszen nem sok esetről tudok, amikor valaki egy dudálás miatt, nem mondom, hogy nem történt ilyen, de egy dudálás miatt szétveri a másiknak a kocsiját, ami, hangsúlyozom, hogy elítélendő. Többen írják először is, hogy a kisebbet nem illik bántani. Sehol nem szól a cikk arról, hogy ez egy 50 kilós nő volt, lehet, hogy egy 150 kilós nő volt. Még a kamionsofőrt láttuk a letartóztatása pillanatában, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a kisebbet bántották. Azt sem lehet mondani, hogy a gyengébbik nemet bántották, ugyanis szerintem egyek vagyunk az életben. Nincs olyan, hogy nő és férfi, és a nőre ez, a férfire az vonatkozik. Szerintem vannak kressz szabályok, vannak szabályok, közúti forgalomban részt veszünk, tehát mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. De az, hogy gyengébb lenne, megint nem tudom, miből szűrik le az emberek, honnan tudják, hogy nem egy judó világbajnok volt, és rögtön nem is gyengébb. Tehát ne legyünk előítéletesek. Mielőtt folytatnám a véleményemet, kanyarodjunk vissza az időben, nagyjából másfél évvel ezelőtt történt a dolog, tehát még nem voltam magánvállalkozó. Németországban közlekedtem, az Offenburg felé tartó Bundesúton, a Bundes, azaz országút. Németországban 60 km/h kamionoknak a megengedett, 70-nel, 80-nal azért szoktunk menni, de a németek is 70-nel bőven elgurulgatnak. Szerencsés vagyok, mert aznap 65-tel gurulgattam, tényleg az a pénteki nap, amikor halálos nyugalom, lelki béke, világbéke, minden megvan. Mögöttem üdítő, 24 tonnával meg vagyok pakolva, és tudod, az a hétvégi sofőr, aki nem lehet felidegesíteni, gondoltam én. Majd jön az a agyhalott ember, a kis puttonyos autójával ketten ültek a kocsiban, és kivágott elém. Olyan szinten kivágott, hogy füstölő gumikkal tudtam megállni, tehát állóra fékeztem a kamiont. És a sofőr tovább ment. Meg se kérdezte, hogy ugyan minden oké, árud nem borult össze? Van az az ember, aki nagyon halálosan nyugodt. Ez a kis százalék. Bennem annyi megvan, hogy legalább utána, amilyen kis villogok, dudálok meg, akkor eleresztem, akkor tényleg megy a káromkodás, az anyázás. Bevallom nektek, addig ennyit kellene megtenni. Letekerem az ablakot, ne haragudj, bocs, oké, elismertem, bocs, nem odafigyeltem, telefon, vagy bármi történhetett, oké, bocs. Hallod? Semmi probléma, oké, megállok, megnézem az árut, és mindenki boldog. Ilyen, ez egy normális hozzáállás, én úgy gondolom. Nem ez történt. A villogásomra, ugyanis lassan volt a forgalom, utolértem a személyautóst, rávillogtam, rádudáltam, tudod, mit csinált? Beleállt a fékbe. Büntető fékezett. Hát engem kellett még megbüntetni azért, hogy elkerültem a balesetet, nem öltem meg. Nem törtem össze az autóját, hadd ne mondjak rá mást. Hát én vagyok a szemét. Olyan szinten nem tudtam igazából megállni, hogy egy ilyen leheletnyire, de valóban meglöktem.
ténylegesen hozzáírta. Szerintem a rendszám tábla tartó, hogy éreztessem vele, hogy éreztem, hogy neki mentem a lökhárítójának. De nem törtem össze. Ezzel 100%-ig biztos voltam, mert olyan picit, de meglöktem. És itt bejutott, eszembe jutottak azok a képek, amit ugye jön a Facebookon, meg a YouTube-on, amikor büntető fékeznek, és összetörik az autó. Vagy mondom, most kiszállok, és eleve el van gurulva a gyógyszerem, ne adja Isten, de tényleg átmegyek vadállatba, és összetöröm az embert, biztos, hogy én leszek a hibás. Az az egy, ami biztos, hogy én leszek a hibás, mert a csávó eladja a történetet, eleve én voltam hátul, és a kamionos biztos, hogy egy mocskos, büdös, gyökér állat. Csak én leszek a hibás. Laci, menjél innen el. Jó, oké. Csávó egy kicsit előrébb ment, kikerültem és elmentem. Azt hittem, hogy itt vége is a történetnek. Hittem én. Nem így történt. Képzétek el, Offenburgnál, tehát nagyjából 10 kilométert bírtam menni. Villogó, szirénázó rendőrautó ott áll az útszélén, és akkor meglátott, beállt elém. Kikísért az első ipari parkba, ugye a személyautós pedig már ott volt mögöttem. Három rendőr ugrott ki, mert egy ilyen transportárral voltak, habzó szájjal, hogy én balesetet okoztam, és most ennek súlyos következményei lesznek, mert hogy egy cserbenhagyás, meg... Mi van? Mit okoztam? Okoztam. Hangsúlyozom, én okoztam. Állították ők. Tényleg így történt szerinted? Mondom a rendőrnek, nem. Balesetet elkerültem. Érdekel valakit a több ezer euró értéki áru, hogy az összeborult-e? Mert összesen senki nem foglalkozik. Nem, ezt én csináltam, és itt most hogy, itt most vége, jogosítvány, minden ugrik, itt most annyi. Hátra megyünk a személyautóhoz, vagy ez a kis puttonyoshoz, és nézik. Van-e rajtak valami karcolás? Hallod? Karcolás. Nézik, hogy hol van a baleset. Hanem hol? Na, mi van? Hol van? Nem? Nem? Ő azt mondta, biztos, hogy úgy van. Így történt. Előre jönnek és nézik a rendszámtáblámat, hogy az volt nagyjából egy magasságban, és nézik, hogy be van a horpadva. Nem mondom, a német rendőr. Az is már csak ilyen, nem mondok rá semmit. Elengedik a személyautóst, azt mondják, jó, akkor ballakhat, akkor tahográfos, tahográfkontroll. Megnézzük, hogy mi van a tahográfon. Mennyivel mentem, ugye? Próbáltak most valamit, nem tudták rám bizonyítani, most akkor leszopatjuk a kamionost, mert neki ott a tahográfja. És hát, ahogy mondtam az előbb, szinte biztos, hogy a többség gyorsabban megy. Ki is jött a BAG, és beül egy fiatal srác volt. Kérdezem tőle, hogy te figyelj, mit hallottál, ez normális arc volt. Mit hallottál? Hát ő ült kint a pályánál, és azt hallotta, hogy egy kamionos balesetet okozott, és elhajtott a helyszínről. És neki most szóltak. Kérdezte, hogy mi történt, mondtam neki, letölti, sebesség, nem te fekete doboz, tehát pontosan látod a sebességet, pontosan ki tudod számolni, hol történt az eset, nem kellett hozzá nagy ész, hiszen 10 kilométert jöttem el. 65-ös tempót, nagyon a szerencsém volt, ezért nem is szólt, 65, és így le egy vonal, tehát a sebességem. Hát azt mondja, ezek szerint neked van igazad. Köszönöm szépen, akkor hát ezt mondtam, nem? Kiszállunk, ezt el is mondja a rendőrnöknek, a három rendőrnek, német rendőrnek. Elmegy, azt mondják nekem a rendőr, vagy az egyik rendőr, hogy jó, akkor most írja, amit talál, mert hogy én ezt és ezt okoztam, meg szabálytalanság, és most 50 eurót fizessek. Az addig kezdett így visszajönni a gyógyszerem, hogy a BAG-ssel beszélgettem, na, az így el is hagynottam a francba. Én nem szoktam így rendőrre. Tényleg volt már, hogy párszor úgy adtam el a vlogot, na most? Komolyan ez történt. Na rausz, na takarodjatok innen, már magyarul is mondom, most takarodjatok el innen, mert olyan ideges lettem, hogy mit képzelnek magukról. Tehát a kamionos minden áron, tehát elkerültem egy balesetet. Lehet, hogyha átlököm a másik oldalba, tömegbalesetet kerültem el, és én vagyok a hibás. Na elmésztem, mondom a jó édesbe, oda takarodjál el. Tehát olyan szinten el tud borulni az embernek az agya, nem ütöm meg a rendőr, de elkezdek vele nagyon durván káromkodni, és mint itt vagyok, tehát ezek szerint nekem volt igazam, mert nem tudtak semmit csinálni. Tehát térjünk is vissza a kamionos srácra. Tehát te ezt láttad egy csomagba hírbe, mert lehozta 15 hírportál, akkor biztos, hogy úgy történt. Én meg azt mondom, nem biztos, hogy úgy történt. Mi van akkor, és még egyszer nem a szlovák srácot védem, csak ne legyünk már előítéletesek, és ne legyünk már, nem mondjuk azt, hogy mindig a kamionos a gyökér állat. Mi van akkor, hogyha a srácra ugyanez megtörtént, az anyuka kivágott elé. És a srác elkerült egy balesetet. Rádudált az anyukára, tegyük fel. Na, de még be is intett neki. Na mit, mit pududálsz? Ránéz, hülye szlovák, takarodjál már innen, totya. Ugye? Kicsit kezd elborulni az agy. Utána megy, villog, beveri a féket, közúti veszélyeztetés, kiskorúak veszélyeztetése, hátulülő kiskorúak veszélyeztetése. Az a srácok elgurult, a gyógyszerrel kikerült, esetleg le is szorított az útból. Elbírom képzelni. Majd még mindig hepciáskodik, villogtat meg dudán, mert nem láttunk ilyet a történelem folyamán, igaz? Mindenki csak egy megszeppent anyukát lát, nem egy idegbeteg állatot, ugye? Aki dűd, borít, egy pénzéhes tenyérbe mászó ribit látunk magunk előtt. Lehetett így is? Én csak ezt mondom. Lehetett így is? Majd a srác megunta, és azt mondta, igen, bám.
és ez volt a hiba. Ez igaz, ezzel megfogták, ezt így elcseszte. Ez van. Inkább tolatott volna neki, vagy tolta volna az útból, és azt mondja, hogy bocs, hát sávot váltottam, hát nem láttam. Még mindig jobban megúszta. Hát ez így viszont necces. De ne ítéljük már el feltétlenül azt a kamionost. Igaz, ott ül hátul két kisgyerek, meg ott van az az anyuka. Hát kérdezek tőled valamit. Ha bemész az állatkertbe, és így megfricskálod az oroszlánnak az orrát, lecakítja a kezedet. Miért kell pofán lőni az oroszlánt? Ő kezdte? Nem. Ha fogsz most azt mondod, jó, de kisgyerekkel volt, jó. Bemegy egy anyuka Pécs belvárosában négy kisgyerekkel. Ott van ez a kétajtós szekrény, ez a kigyúrt, tetovált, gyűrött pofájú, tudod, az a szimpatikus tekintetű úriember. Ott van és így megfricskázza az orrát, mert mi van Pufi, mi van Dagi? Ez a Pufi csesz neki egy fülest, mert megunja 10 perc után a hülyeségét. És a média úgy hozza majd le, hogy na, a kigyúrt, kitetovált állat szétverte az anyukát. És akkor te bekajálod, mert az csak is úgy lehet, a tetovált az biztos, hogy rossz ember. Miért vagyunk előítéletesek? Én csak erre akartam nektek kiukadni. Ne ítélkezzetek előre, nem tudjátok a történetet, nem tudjuk a komplett történetet, ezért nem kellene rögtön a kamionosnak és a kamionosoknak neki menni. Teszem fel, nekem nem ingem, nem veszem magamra, de mégis el kell lett, hogy mondjam, hogy a mai világban sajnos többször előfordult, hogy az emberek azonnal ítélkeznek, mindenki jobban tud mindent, és otthon a fotelból megmondják a tutit. Szóval én nem védeném ezt az anyukát, mert lehet, hogy máshogy volt az a történet. Hát írjátok meg véleményeteket kommentben, kíváncsi vagyok rá, és ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!